Papírhajóúsztatás, ragasztás, vágás, kísérletek és persze a jókedv. Így telt el a Vízvilág napja a Sátorajóhelyi Hétszínvirág óvodában. Az intézmény kétetes projektben mutatja és tanítja a gyerekeket a tiszta víz fontosságára, hiszen már ilyen korban is nevelni kell őket a tudatosságra. A világnapot 1993-ban tartották először, célja, hogy irányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető tiszta víz fontosságára. Az óvodások izgalommal várják minden alkalommal a feladatokat. Most szokták a gyerekek, felhúzunk a ronyvából vizet, mint amit látták, nagyon-nagyon szeretik. Elmegyünk a múzeumba a vízimadarakat, a vízi élőlényeket megnézni. Különböző vízforrásokról beszélünk, honnan is hozhatunk vizet, honnan kaphatunk vizet. Összehasonlítjuk képeken, videókon, fotókon, hogy mi a különbség a folyók és a patakok között, mennyi víz található bennük, valamelyik áll, mi a különbség a tó és a folyó között, a tengerek között, és hát nem utolsó sorban rávilágítunk arra a gyermekeknek környezettudatos nevelés keretében is, hogy mennyire fontos, hogy a vizet megőrizzük, és a vizet óvjuk, és hogy mi mindenre jó a víz, és odáig hozzuk ki a beszélgetést, illetve a problémák felvetését és megoldását, hogy víz nélkül nincs élet. Az óvónők ezeket a projekteket úgy vezetik, hogy a kisgyermekek maguktól jöjjenek rá a feladatok megoldására, hogy mit, hogyan tudnak elkészíteni. Akváriumokat is, azt is papírból készítik a gyerekek együtt. Ugye az is egy igazából egy élményfeldolgozás, hogy együtt készítünk mi azokat a képeket, videókat, fotókat, amiket átnézünk, és megnézünk, és megbeszélünk, azt utána végig gondoljuk, hogy hoppá, hát ezt meg tudnánk mi is csinálni, de hogyan? És ilyenkor jönnek az ötletek, hogy milyen papírból, hogy mit csináljunk, megtanulnak mindenféle formájú halakat rajzolni, különböző vízi élőlényeket nézegetünk a képeken, a könyvekbe, és ők ezek után rájönnek, hogy hát ezt mi megpróbáljuk lerajzolni, és nagyon-nagyon szeretik. Az élményfeldolgozás közös, hiszen mint minden gyereknek, nekik is vannak kérdéseik, amire az óvónők szívesen válaszolnak.